Hölgyeim és uraim! Ha bírja a retinám, akkor szólok néhány szót. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Bicskei Tornaklub pályavilágításainak avató ünnepségén. Külön tisztelettel köszöntöm Nemes Ferenc urat, a kivitelezést végző Roneco Kft. Tulajdonosát. Hamarosan lőn világosság, és be is tudjuk majd azonosítani egymást. Illetve köszöntöm Csörgöl Ákos alpolgármester urat, valahol ő is itt van a tömegben. Sajnos Bálint Istvánné polgármester asszony betegsége miatt nem tudott ma eljönni, illetve köszöntöm egyesületünk elnökségét, vezetőit és minden sportolóját. Egy kicsit rendhagyó lesz ez a mai átadó rövid avató ünnepség, ugyanis a fő attrakció mindjárt az elején lesz, azért, hogy utána lássuk egymást. Nem mást kértem fel a pályavilágítások felkapcsolására, mint Nagy Attila urat, a Bicske Tigers szurkolói csoport egyik a vezetőjét. Úgyhogy ha hall engem Attila, akkor kérem, hogy kezdje meg a fényforrások felkapcsolását. Szépen, és mielőtt bárki pánikba esne, hamarosan ennek a fényerőnek a több tízszerese fog világítani, kell a lámpáknak egy minimális bemelegítési idő, de én kérnék szépen egy nagy tapsot a kivitelezőnek és mindenkinek, aki közreműködött színvonalas munkájával a világítás megvalósításában, és akkor átadnám a szót a Tesszeri Zoltánnak, a Bicskei Tornaklub Egyesület elnökének. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy újabb olyan beruházás, ami még hát Bicskén nem volt. Tehát ilyen minőségben egészen biztosan nem volt. Hozzám hasonló laikusoknak érdemes elmondani, hogy a tavaszi idényben talán két villanyfényes meccs lesz, hogyha jól emlékszem a döntésünkre. De mégis érdemes tisztázni, hogy akkor mire van ez az egész. Ez leginkább az edzés munkát tudja nagyszerűen segíteni, hogy az a sok csapat, ami most már működik a BTC-ben, az jó beosztással tudjon edzeni és felkészülni a meccsekre. Én köszönöm a szülőknek, hogy a fiatalokat is elhozták a mai ünnepi pillanatra. Már csak azért is fontosnak tartom, mert az egészet miattuk csináljuk, hogy amikor majd ti felnőttök, és olyan korúak lesztek, mint a felnőtt csapatnak a tagjai, akkor jó körülmények között tudjatok játszani, és itt Bicskén játszatok. Azért fontos a számunkra, hogy legyen egy jó NB3-as csapatunk, hogy ti is úgy érezzétek, hogy van értelme ezt csinálni, és van hova fejlődni. Úgyhogy én arra kérném az egyes csapatunkat, hogy a megkezdett jó teljesítményt folytatva legalább egy egyszámjegyű tabella helyezést érjünk el, ami biztos, hogy akkor jobb, mint a az őszi idény végén, hiszen most éppen a 10. helyen vagyunk, ami szerintem feljutás után egy jó eredmény, amihez gratulálnék. A beruházásról néhány szót. A klubigazgató írt nekem egy hosszú listát, hogy mi mindent értünk el az elmúlt pár évben. Nyugodjon meg mindenki, nem fogom felolvasni. Csak mégis megmutatom, tehát sok mindent elértünk. De egy ilyen átadón annak mindenképpen el kell hangoznia, hogy a pályavilágítás 11 oszlop, 2 pálya, 67,5 millió forint, a TAO keretből 48,5 milliót és saját ráfordításból, ami Bicskeváros önkormányzata és a sportklub 19 millió forint, ennyiből valósult meg ez a világítás, beruházás. Hogyha így körülnézzünk a pályán, elindulunk a játszótértől, és
haladunk körbe. Az elmúlt 3-4 évben rengeteg minden történt, hogyha megpróbálunk visszaemlékezni, akkor sok olyan elemmel, ami még nem volt annak előtte. Úgyhogy ez egy nagyon nagy fejlődés. Vannak további lépései, hiszen a lelátófedésnek a közbeszerzése az éppen a következő héten el fog tudni indulni. Az egy új kihívás lesz majd játékosoknak is, illetve a klubvezetésnek és a kivitelezőnek is, hiszen párhuzamosan kell majd megvalósítani a játékkal, tehát lesz olyan időszak, amikor a építési területet vissza fogják adni a klubnak, hogy mi meg tudjuk tartani a hétvégén a mérkőzéseket, úgyhogy ez egy mindenkitől kérek majd türelmet hozzá, ez egy fontos beruházás, nagyon szép lesz, egy fa fedést fog kapni a lelátó, és a hátsó folyosó is, illetve a büfé előtér elég komoly összeg ráfordításával. És én végül szeretném megköszönni a Fronekónak, Nemes Ferencnek és a csapatának, aki jó néhány pályavilágítást valósított már meg országon belül, és reméljük, hogy mondjuk néhány magyar klub, amely határon kívül szakadt esetében külföldön is, hogy ilyen komolyan vették a BTC-nek ezt a közvilágítás fejlesztését. Én azt kérem, hogy még egyszer tapsoljuk meg őket, és akkor mindenki egy kis labda gurigatás után nyugodtan menjen a dolgára, akinek meg nincs, menjünk be a kupázni, egy kicsit beszélgetni, akinek edzése van, nyilván nem tud forralt bor mellett, de akinek nincs, az forralt bor, illetve a fiatalok tea mellett, még maradjunk együtt. Gratulálok, Feri bácsi! Gratulálok! Jó, hát egy picit tomp itt a könyv. Szép volt! Kedves nézők, Nemes Ferenc urat látják, a Ronaco Kft. Vezetőjét, a kivitelező cég vezetőjét, akik ezt a gyönyörű világítást csinálták itt a Bicskei pálya körül. Mit tudsz erről mondani, erről kivitelezésről? Milyen munkák előzték, mert mennyi munkába került, és mennyit foglalkoztatok ezzel? Köszöntöm én is a Bicskei televízió nézőit, és én úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy egy ilyen pályavilágítási munkának nagyon sok előkészület van. Tehát először is van egy tervezési fázis, ami alapján megtervezik a pályáknak a teljes világítását. Ezt nyilván a számítógép megteszi, utána nyilván anyagbeszerzések, és utána kezdődhet a kivitelezés. A világításokról annyit, hogy ugye két különböző pálya van, van egy műfüves pálya, és van egy élőfüves pálya, és nem is egyformák a lámpatestek, meg az oszlop magasságok se. Tehát itt az élőfüves pályán Philips Arena Vision lámpatestek vannak föltéve, ezek stadion fényszórók. Ilyen van egyébként az összes nagy stadionban, amelyik nem LED. Ezek nagy nyomású fémhalogén lámpák, és tulajdonképpen 40 darabot tudtunk itt föltenni. Az ideális az 48 lett volna, akkor körülbelül egy olyan 650-700 lux fényt tudtunk volna kihozni. Nyilvánvaló, hogy itt a lelátó az egy kicsit ebbe a kérdésbe beleszólt, mert természetesen abban az esetben, hogyha ennek a tetőszerkezete elkészül is legalább 12 méter magas lesz, akkor ki lehet még korrigálni. Egyébként a világítás jó. Az, hogy hány lux van most, azt megmondani nem tudom, de körülbelül 5-600 lux között van, mérni kellene, mert alapvetően ugye, de az ilyenkor a ködös időben ezt nem lehet, az akkor, amikor tiszta idő van, és akkor megfelelő lesz a nyilván a fényáramnak a hasznosítása. Az edzőpálya, ott 30 darab Optivision lámpa van téve, szintén Philips, tehát mind a kettő Philips, azok gyakorlatilag szétszórják a fényt, és ott alacsonyabb oszlopokra van, 16 méteresekre van téve, és alapvetően az 300 luxos világítás.
Egy pár mondatban még arról, hogy a Kft. Mivel foglalkozik, gondolom nem csak pályák világításával, hanem közvilágítással is. Vannak ilyen megrendelésetek a városban vagy az országban? Igen, igen. Hát Fejérvári közvilágítást és a Mórit mi üzemeltetjük. Uh-huh. Természetesen tavaly az egyik legnagyobb projektünk volt Szombathely városnak a közvilágítás kiépítése. 9600 darab lámpát szereltünk fel. Azon kívül az Arconic gyárcsarnoknak a teljes villamosítását csináltuk, és természetesen a én szívügyem az a futballstadionoknak a világítás. Igen, melyik futballstadionba építettetek az elmúlt években világítást, és melyre vagy a legbüszkébb, és milyen munkák várhatók még a stadion világítás ügyben? Hát gyakorlatilag 11 stadiont világítottunk ki, elég nehéz lenne felsorolni. NB1-es csapatok közül ugye a Mezőkövesdét, az Újpestét, jelenleg csináljuk a Paksét, akkor megcsináltuk ugye a korábban NB1 még az MTK-ét, az Ajkai stadiont, a Tatabányait, a Kaposvárit, nehéz már felsorolni. Az első LED világításunk az MTK stadion volt, és hát most, és amire talán büszke vagyok, alvállalkozóként a VHB Elektroniknak bedolgozva csináltuk a Nagypuskás stadionnak a LED világítását. És milyen munkák várhatók még? Gondolok itt a Bozsik stadionra, vagy esetleg külföldön, Sepsiszentgyörgy, esetleg ilyen tervek nincsenek a Kft. Életében? Vannak, tárgyalások folynak jelen pillanatban a Bozsik stadion, illetve a Sepsiszentgyörgyi stadion ügyébe is. Sepsiszentgyörgyieknek elég sokat segítettünk már. Hát jelen pillanatban tervezéssel, műszaki tanácsadással, nyilvánvaló, hogy abban az esetben, hogyha minket felkérnek a világításnak a megépítésre, akkor azt teljes szívünkben elfogadjuk, és nyilván szívünket, lelkünket beletesszük azért, hogy a határon túl Erdély nagyon szép területén legyen egy korszerű LED világítás. Bocsánat. És hát van még gyakorlatilag jelenleg, ami folyamatban tárgyalások alatt áll, a Váci stadion. Kedves Feri, itt a Bicskei stadion megvilágítása folyamatában voltak valami akadályok a munka elvégzésében? Zökkenőmentesen ment minden? Nem, terszerűen ment minden, gyakorlatilag az egyesület, illetve hát az EON az egy más kérdés, hogy ez a villamosenergia ellátást építette ki a mérőszekrényig. Én úgy gondolom, hogy az egyesület, illetve a kivitelező cég között teljes harmónia volt, mindent egyeztettünk, megbeszéltünk, tehát én azt gondolom, hogy egy zökkenőmentes nagyszerű, nagyszerű, gratulálok még egyszer ehhez a nagyszerű munkához, és kívánom azt, hogy nagyon sok ilyen megrendelésetek legyen, és sok munkátok ilyen pálya megvilágítás és közvilágítás ügyében. Köszönöm szépen, én meg kívánom azt, hogy a bicskeiek ezt a pályavilágításokat tudják minél többen hasznosítani, nem csak nyilván a szervezett futballcsapat, hanem a műfversre gondolok sok gyerek tud itt játszani, és hát nyilván a bicskei NB3-os csapatnak sok sikert kívánok, és minél jobb helyezést az NB3-ba. Köszönjük szépen! Elnök úr, mennyire vagy elégedett ezzel a szép világítással, amelyet most átadott a Ronaco Kft.? Hát szerintem úgy, hogy nagyon sok bicske, én még emlékszem rá, amikor ott a villanyoszlop a nézők előtt, és akkor ott volt valamiféle fény. Hát ez egy teljesen más világ. Beszélgettünk veled róla, hogy ti amikor focisztatok, akkor ez mennyire volt elképzelhető, hogy ilyen körülmények között tegyétek. Szerintem büszkék lehetünk rá, hogy elértük. Center pályának a világítása az egy teljesen más műszaki tartalom, az ténylegesen alkalmas arra, hogy mérkőzéseket is játszunk rajta. A műfős pályája az pedig igazából az edzéseket szolgálja egyértelműen, de a villanyfénynek az igazi értelme az valóban ott van, hogy az edzéseket lehet így jobban beosztani, mert nem kell sötétedéshez igazodni, hanem a sok csapat, mi most már kimondhatjuk, hogy sok csapatunk van, az ki tudja használni a pályákat. Olyannyira, hogy ugye gondolkodunk azon is, hogy nem véletlenül vásároltunk a Jegenye utcában néhány telket, hogy ott még egy pályára szükség lenne, mert akkor lehetne jól elosztani a terhet. De ez a villanyfény szerintem nagyon fontos volt. Köszönjük, hogy a város önkormányzata
és támogatta ezt, hiszen részben társasági nyereségadó kedvezményből, és az önerő pedig, ami 19 millió forint volt, azt pedig a várossal közösen szervusztok, tudtuk berakni a költségvetésbe, úgyhogy ez egy nagy dolog. Én itt az átadón többekkel beszélgettünk róla, hogy hogy nézett ki a sporttelep néhány évvel ezelőtt, és valóban úgy van, hogyha elindulunk a sporttelep egyik oldaláról, megtehetjük akár a játszótér felüli Akácfa utca, Kerecsendi utca sarkáról, akkor ugye ott nem volt játszótér, utána nem volt strandröplabdapálya, utána nem volt vendégeket fogadó szektorrész bejárattal, jegypénztárral, büfével, nem volt vendéglelátó, nem volt ilyen minőségű kerítés, nem volt nagy műfűves pálya, mehetünk itt tovább, ugye nem volt ilyen lelátó, a center pálya nem így nézett ki, a zöldöző és a maga az épület az teljesen megújult a belsejében, a lelátók alatt be tudtuk ezeket a rekeszeket zárni, úgyhogy nagyszerű tárolók jöttek létre. Valóban teniszpályánk több volt, de a minősége nem volt olyan ott is, hogy kicseréltük a tekerítést, rendbe tettük a pályát, építettünk egy rekordtámpályát, parkolókat, a parkolóvilágítást ugye napelemes rendszerrel, csak ami most úgy hirtelen így az egésznek a bekerítése megtörtént, úgyhogy szerintem büszkék lehetünk az elmúlt néhány évnek a teljesítményére, ami meglátszik a csapatoknak az eredményén is, hiszen nem véletlen az, hogy tavaly többszörös bajnok volt a Bicskei Tornaklubnak a felnőtt 1 és 2-es csapata, az U19, úgyhogy az, szerintem ez egy nagyon komoly előrelépés, folytatjuk a lelátófedést, azt jövő hét elején tudjuk elindítani a közbeszerzési eljárást, és reményeink szerint még ebben a tavaszi szezonban lesz már olyan meccs, amikor a lelátó alól tudjuk nézni a mérkőzést. De még milyen létesítménybővítés várható az idejében a lelátófedésen kívül? Mi van a külföldi edzőtáborok, a telkek megvásárlásával kapcsolatban? Hát annyi mindenképpen elmondható, hogy volt egy fontos változás a TAO törvényben. Egy könnyítés került elfogadásra a parlamentben decemberben, ami a folyó beruházásoknál az önerőt azt átcsoportosíthatóvá tette a társasági nyerességadó bevételből. Tehát eddig nekünk volt néhány olyan támogatói határozatunk az MLS részéről, amelyet nem tudtunk megvalósítani, mert annyi önerőnk azért nem volt, úgyhogy fontossági sorrendben haladtunk a beruházásokban, de van néhány, ami így emiatt nem tudott megvalósulni. Most annak föl kell tölteni az önerő részét cégektől társasági nyereségadóval, és akkor meg tudjuk valósítani. Ez meg fog tudni nyitni egy jó néhány új lehetőséget, de a lelátófedés az már mondom folyamatban van. Ott egy feltételes közbeszerzést tudunk, hiszen nem tudjuk, hogy vajon az egész forrás rendelkezésünkre áll-e, de ugye egyrészt azt a TAO határozatok támogatták, másrészt pedig a kormány egy egyszeri pénzeszköz biztosításával 140 millió forinttal még pluszban támogatta, hogy ez megvalósuljon, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy ez lesz a következő, és meg tudjuk csinálni. Elnök úr, 75 óta benne vagyok a Bicske sportjának a történetében. Ilyen fejlesztés soha az életben nem volt, mint az elmúlt 4 évben. Én nagyon szívből gratulálok neked és csapatodnak, illetve csapatunknak ehhez a munkához, és hasonló sikereket a jövőben kívánok. Köszönöm, és csak egy mondat, amit itt az átadón is említettem, hogy abban reménykedhetünk, hogy ez nem csak pusztán egy épületekbe meg infrastruktúrába fektetett pénz, hanem a gyerekeink
fognak tudni teljesebb életet élni, egészségesebb életet, jó versenyszellemmel, megtanulnak nyerni és veszíteni, és itt fognak majd focizni a felnőttbe egyre többen, mert ugye hát számunk elég sokszor tőlünk, hogy a NB3-as csapatba, a kezdőbe miért nincsen olyan sok picskei, de azért azt el kell mondani, hogy jó néhány év ilyen módon kimaradt, hiszen itt olyan körülmények voltak, hogy szülők nem szívesen hozták a gyerekeket. Ezt most már nem lehet mondani. Most is több olyan hírt kaptam, akik éppen itt voltak az átadón, szülők, nagyszülők, hogy visszahozták a gyereket, máshol focizott, de most már olyanok itt a körülmények, hogy itt fog focizni U15-be, U19-be. Ezek jó hírek, jönnek haza a gyerekeink. Még egyszer szívből gratulálok, és köszönöm szépen az interjút. Köszönöm én is. Legyen mit mesélni, kezdjetek el!